Hello, sziasztok! Nice Power! SPS 3010 2KD, ugye dupla, kétszer 30 volt, kétszer 10 amper. Rápecsékben van egy dolog, ami nem tetszik. Megmutatom inkább. Valahogy rájöttem, miközben itt próbáltam csőfüttést rábeszélni az egyik tápegységet. Árammérés, 2 amperes mérés, határ 6 volt a plafon, és mondjuk szeretnénk egy 100 milliampert, jó, 97-et, teljesen mindegy. Árammérő sorba van kötve vele. 62. Bár de miért ez? És valójában is 58. Itt van mellette a mért. Gondolom azért látszik. De hiába állítok be itt mondjuk 1 amper, egészen ez a 110 milliampert, mindig kevesebb. Ez így mondjuk 2 ampernál már nem zavaró, de amikor ilyen picike áramokat akarsz beállítani, pontosan, hol villogsz, mondjuk pont 100 milliampert, akkor jelzi, hogy megvan a 100 milliampert, mondjuk 6 voltot nem tudjuk elérni, és ki is írja, hogy az csak 65. Ami 62, 62 vagy 65, az teljesen mindegy lenne, ha most ez 98 vagy 96 lenne, érted, amit itt kiír, de hát ilyen 60 milliamperek, itt ez 40%-a kevesebb. Ahhoz, hogy 100 milliampert elérjed, föl kell menned olyan 130-140-re majdnem. 137-en volt az előbb. Szóval beállítasz egy 138 milliampert, 9-et, most 139-et, akkor mindjárt visszaméri, hogy mennyi, akkor szerinte 103, akkor van meg a 100 milliamper. Ez azért annyira nem tetszik nekem, mondjuk megmérhetjük egy pontosabb multiméterrel is. Hol vagy milliamperes mérés a terv, de ez csak itt 200 milliamper, és inkább az amperesbe dugom be. Itt van. Ő azért hótpontosan mér áramot is. Hát nem tudom, de az egészen biztos, hogy itt van a 100 milliamperünk, amikor 139-et állítunk be. Ez nagyon nem gyere be, hogy ekkorát tévedjen. A Vamtec nem szokott ekkora, és beállítom itt pontosan a 100 milliampert. Ja, 138-at kell beállítani, akkor mérő 102, 139-nél méri ezt a 100,8-at. Az mondjuk mindegy, hogy annyit mér vagy ennyi, az teljesen mindegy, csak hát hogy miért kell beállítani. Aztán nézzünk már bele ebbe a tábba, hogy mi van belül. Tekerjük szét. Hát először is kapcsoljuk ki, húzzuk le róla a hálózatot, aztán jöhet szét az egész, mert ez így nem állapot. Igen, ennyi van még az aksiában ilyenkor. Egyszer már néztem bele ilyen tábba, de akkor csak azért néztem bele, hogy nézzünk bele ebbe az ilyen tábba. Most meg remélem, hogy csak valami forrasztási hiba, vagy valami ilyesmi. Egyébként nem mutattam meg, csak itt kapkodtam a videó elején. A másik tápegysége, a második, az hótpontos. Ott ha beállítod, hogy 100, mondjuk 102, akkor 100 lesz. Az pontosra tudták csinálni. Ez az egy, ami nem pontos, ez a baloldali. Legalább most azt is megnézzük, hogy hogyan van kötve a hűtésem, mert ennél ugye szoktam csodálkozni, már egy ilyet szedtem szét, abban keresztbe volt kötve a hűtés, az az alsó, meg a felső táp, az pont fordítva volt bekötve. Az alsó a felsőt, a felső az alsó ventilátort indította, mert ugye van benne két táp, mindjárt meglátjátok, még 4 csavar. Ugye alsó táp, felső táp, és felső venti, alsó venti. És ha megnézed a felső ventilátort, ennél a tápnál, hol van kötve, ennél a felsőre? Már szedtem szét olyat, amin az alsóra volt, nem tudom milyen.
elgondolása, ez jó van kötve, ez az alsóra, felső, a felsőre. De az, amit először szedtem szét, az fordítva volt, ez meg a másik, hogy itt semmi csavar soha nincs ezekben meghúzva. Én nem tudom ezt úgy, hogyan gondolják. Azt keresem, hogy van-e benne valahol potméter, vagy valami beállító elem. Itt nincs. Itt a tápon van fent kettő, csak az jó kérdés, hogy mit állítok? Azzal a söntöket nézem, hogy jó be vannak-e forrasztva. De úgy néz ki, igen, és most az is kérdés, hogy kettő sönt az csak sorba van kötve, vagy az a sönt, az úgy sönt, hogy az egyik az a mérés, a másik meg a vezérléshez szükséges, nem tudom, hogy hogyan kötötték, vagy csak az egy sönt, két sönt. Amúgy egész jó pofásan néz ki. Ugye az USB is az egyik van mindig használva. Az előlapon viszont semmi. Vagy igen? Voltmétert nem találok. Az a baj, hogy ezt mikroszkóp nélkül átnézni, lehet egy forrasztás. De nem, mert akkor megütögetem, akkor változna talán, de arra nem reagált egyébként, ezt nem mutattam meg a videóba. Oda egy kicsit be kéne világítani, ezek a söntök hogyan vannak kötve. Elég randa forrasztás, az tény. Mindegyik. Mindegyik hajde ronda. Ezt ne csináljátok otthon. Betápoljuk nyitott dobozzal, élet és veszélyes, ez tilos megtennetek. Majd én csinálom helyettetek az életveszélyes dolgot. Megpróbáljuk így ugye a 100 mA-re 6 voltra kiterhelni. Ja, rossz így vagyok. Oké, ez most így 100 mA, 100-at is ír ki. Viszont akkor kíváncsi vagyok, hogy melyik. Én csak feszültségben rámérek. Ó, hol van ezen a feszmérés? Ugye, mert ezen a lyukon itt 6 volt van. Ezen a lyukon meg értem szerintem a CC miatt 0,2, csak kíváncsi, hogy melyik táp a baloldali. A baloldali táp a felső, és a 6 voltos akkor az alsó, ugye? Igen. Szóval az alsó tápegység az a középső lyuk. Egy ilyen tápegység. Már érted, mit mondok, hogy ami alul van, az itt van, hogyha independentben vagy. Na most akkor azt fogjuk kipróbálni, hogy mivel tudjuk, 102-t ír ki, azt még látjátok, hogy mit ír ki? Így nem mi, de valahogy nekem ehhez hozzá kell férni, majd én mondom, mit ír ki. Egyébként 102-t ír ki, és 101-et mérünk, hogy most az egyik söntből egy kicsit rövidítek. Ezt meglátjuk, hogy mi változik. Hát ugyanaz, minden 102-101. Így is. És a másik söntön. 102-101, ez a kettő ugye össze van kötve. Na itt 103 lett és 109-et ír ki. Most 103-at ír ki. Valami változott. Ugye így a söntöt kirövidített. Jó. Nem nagyon, de kicsit megváltoztatjuk az ellenállását. Így nő az áram. Ő 103-at ír ki ugyanúgy. Ugyanúgy 109-et ír ki. Nem tudom, hol méri az áramot, erre most 109-et ír, de már 120-123 itt. Így nem változik semmi.
Ugye a sönt ellenállásához képest ez nagy ellenállás, de azért valamennyit változnia kéne. Jó, ha már teljesen a két végét zárjuk kisebbre, akkor azért elvittük a 120-on, mennyire? Fölemeltük. Na 145-re, és ő 103-at mér. Viszont ilyenkor, hogyha... Opa! Egyszer csak kiírta, hogy 100. Itt akkor lehetnek azért gondok, nem? Mert ő ugyanúgy 103-at mér, és itt valahol hozzányúltam valamihez, és egyszer csak kiírt valami nagyobb számot. De azt látjátok, hogy már 200 mA-nél járunk, és most próbáljuk elállítani le 100-ra. Ugye most 100-a beállított, és így is csak 66-nak méri vissza, de így már 127. Lehet, hogy itt a söntnek a kontaktját, ha megcsinálom, akkor a 100 az 100 lesz. Csak arra akarok kitérni, mert ugye nagyon szar az a forrasztás. De igazából az a 65 az ott nem változik. Most ugye ez most 100-a beállított, 60, ha megnézed, 100-a beállított, de csak 62 mA folyik. Amit ő 65-nek mér, volt egy olyan állapot, amikor itt mást mért. Csak nem tudom, hogy az állapot, azt hogy értem én el. Na így 78-at mér. Ez a bal oldali söntnek a csökkentése. 85-öt mér, és 85 is, szóval ez a sön, mintha rosszul lenne beforrasztva. Szóval nagyobb lenne az ellenállás. És most 95-öt mér, 100-a beállított, úgyhogy itt ezekkel söntökkel lesz gond, méghozzá azzal a baloldalival. Így 54-et mér, ez lehet a mérősönt. Mutatom. Ez lehet a mérősöntje az innét, és ő ami ennek a műszernek adja. Ugye így 62, 54-nek méri, hiába veszem le, az marad 62, de 65-nek méri. De ez lehet a mérősönt, ez jó, viszont a hátsó, az meg a vezérlősönt, amivel így föl tudok menni esetleg 8, és jó mérnek, hogyha ezt a söntöt nem piszkálom, de minthogyha ez a sönt lenne a ludas, ez. Ezen kéne csökkenteni. Ha csak nincs itt valami kis olyan eszközünk, amit el tudunk tekerni. Ott van két potméter, de először meg kéne javítani a forrasztást, és ide költözök pákákkal. Na most az először vegyük már föl ezt az állapotot. Ugye 100-a beállított, és 62 mA, és 65-nek méri vissza. Végig is már megjegyeztem fejbe. Kapcsoljuk ki. Államtalanítsunk. Ilyenkor még a kondiaiban van ám ménkük. És megpróbáljuk ezt leszedni innét. Sok tartja. Hát onnét azért nem akarom leszedni, mert akkor a tranyókat is vagy ki kell forrasztani, vagy le kell szedni. Úgyhogy így a helyén kéne megforrasztani. Jó, hogy itt a szélén van, itt a helyén megpróbálom ezt én megforrasztani. Így látszik is belőle valami. Na, de hoztam ide valamit. Próbálom megmutatni ezt a forrasztást nagyba. Egy kis állítgatás jön. Szóval ami ott van, az mondjuk itt van 50 szólva így. Így azért értékelhetőbb számomra, hogy ezek a forrasztások, ez az első kettő, vagy ez a hátsó kettő, ez tűrhető, de ez itt, meg ez, ez kifejezetten olyan, mintha nem érintkezne. De ezeket meg kell, hogy ismételjük. És itt azért látszik, hogy ezek itt sorba vannak kötve, de külön kezeli őket. Nagyon úgy tűnik, hogy innét jön egy nagy áram, meg innét jön egy mérőszál, hogy egy négy vezeték, és meg ott is úgy van megoldva, szerintem. A másik vége. Átforrasztgatjuk ezeket a forrasztásokat, mielőtt tovább mennénk. Elméletileg látjátok a tévének a képét. És elméletileg a
az 50 wattos Weller elég lesz. Kezdjünk inkább úgy, hogy egy kis jó minőségű folyatószert tegyünk oda. Minden forrasztás alapja. Ide egy keveset, ide egy keveset. Ez a kettő. Hogyan volt? Átfordítva, hogyan volt az elsővel, nem is volt gond, a hátsóval volt gond, most már nem is emlékszem. Mindegyiket át fogjuk csinálni. Nem ártana lehúzkodni ezeket a hihetetlen laza dolgokat itt rajt. Próbáljunk meg melegíteni valamit. Jaj, de rossz! Fordítva van a monitorom! Tök fordítva van. Át kéne kapcsolni ezt a tükrözés módot, mert... Há! Pillanat! Mert ha látod, hol a kezem, nem mutatom. Ha erre húzom, az lefelé megy. Ha arra húzom, az fölfelé megy. Ha arra... Fú, ez így nagyon rossz. Talán sikerült tükröznöm, ugye? Ezzel meg ezzel. Nem tudom, alapból miért nem úgy van, most fölfelé megy, fölfelé, lefelé, le, erre, 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 így jó lesz. Ha talán így... Így kézzel, úgyhogy minden tükrözve volt, így megőrültem. Ez valami lehetetlenség volt vele dolgozni. Próbáljuk meg. Új fent. Ti ebből csak hármat láttok, mi? Nem baj. Ti bajotok, hogy adjak neki nagyobb látószöget? Tessék. Így meg a szekrény szélét, úgyhogy nagyon előrébb vagyunk. Tök mindegy, higgyetek el, az elsőt megforrasztom. Na, megyünk végig, azokat már látni fogjátok. Mennyivel más, hogy arra felé mozdul a kezem, amerre... a kép, és így nem őrülök bele. Kicsit, mintha fókuszponton kívüliek lennénk. Jaj, most meg ez van fordítva, meg a fény, meg a fenyő. Jó. Ez még mintha feszült volna is. Meglátjuk, hogy a forrasztás maga befolyásol-e valamit, de egy biztos, hogy most legalább forrasztva lesz. Nem akarom kiesni a sönt. Talán ez az egy forrasztás volt jó, de ezt is megismételjük, ha már itt járunk. Hát, a kíváncsiság. Talán így jók leszünk. Üzemeljük be. Mindjárt föléled. Hol van a tesztelő körünk, ami ugye 6 voltra van állítva a plafon, de 100 mA miatt CC-re visszakapcsol, és az egyes tápot teszteljük. Ugyanúgy 63-at ír ki, és 60, úgyhogy nagy változás nincsen, és mint tudjuk, 100-ra van állítva. Na most újabb teszt jön. Itt a furatgalvához megpróbálom hozzázárni, hogy ettől változik-e valami.
Ez most itt melyik? 1, 2, 3, 4. Ja, hogy az alsót nézi. Nem értettem, hogy miért rosszat néz a kamera. Nem azt, amelyiken matatok. Hát már, hogyha valaki a kameraképet nézni. Erre gondoltam még, hogy itt a furat galvánt, ezt így hogyan értelmezték ők. Ez itt átfolyt, itt átjött a forrasztás. Elméletileg a furat galvánnak jónak kell lenni, csak nem szakadt. Mekkora feszkókat mérünk ezen a sönteni 100 mA-nél? Akkor ez 0,8, nem? Ja, valami hasonló. Ugyanúgy zárogassunk rövidre. Most már meg kéne egyezni, az első sönt, vagy a második sönt az, ami megoldotta a problémánkat. Itt kevesebbet mérünk. Az első sönt a mérő sönt még egyszer. Az jó. A hátsó söntön kéne csökkentenünk. Mert ugye így fölmegy, így 78 lesz. Úgyhogy hát a hátsó söntre gondolok. De bent van, be van forrasztva rendesen. Nem tudom, valami kisebb ellenállású dologra kéne ott rövidre zárni, bár hogyha az egészre rákötünk, azért az már valami. Mert elméletileg itt is 0,43 van, meg itt is, ugye a söntök jó, hanem a söntök eredménye nem tudom, hogy hova fut be. Jaj, ezt itt sikerült leemelnünk. Ennek a söntnek a... az valahol hátul volt szerintem. Az valahol hátul, meg kell keresnem. Hát ha a tévét nézitek, nem tudom ti mennyire látjátok ezt a két potmétert. Ja, pont kitakarja maga a mikroszkóp. Most talán látszik, a mikroszkóp meg a kondik között van. Oda van egy V betű írva, oda meg talán egy I betű. Ugye? Az alsóra, mintha egy A is lenne írva. De az R43 alá, szóval amelyik itt van, ez mintha áram lenne, a másik meg mintha feszültség, de csak mintha úgy tűnne nekem. De így van a rajzolvasás, mert ugye itt így írja, hogy LC7A2, és akkor ez itt egy V betű, ez meg egy A betű. Hát elméletileg, hogyha ezt itt megváltoztatnánk, azt a potit, akkor valami történne. Bele kéne néznem. A2, A1, A3. Bele kéne. Nem tudom belemeljeketek el, de nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz az. Így nem látjátok mondjuk, hogy mit tekerünk. De ez így 62, és 62-t is mér, és 100-ra van ugye beállítva. Ez a csavarhúzóra nagy lesz. Keresni kéne egy kisebbet. Kereszt konyos belemegy, nem? Na most ez az egész fordul le, vagy most? Mi zajlik itt? Rá akarok arra a két potira nézni. Most a piros vezetéket látjuk. Hova néz ez? Ide.
Megint eltévedtünk valahol. Ja, egy szinten lejjebb vagyunk. Elnézést. Itt vannak a potiaink. Nem tudom, ti látjátok-e a tévén. Szerintem pont látjátok ezt. Ezt a potit, meg ezt a potit. Ez az. Meg bele próbálok nyúlni. Most 66-ot mér. Ezzel biztos nem nyúlok bele. Azt már látom. Ennél vagy egy nagyobb kereszthornyos kell bele. Vagy inkább egy kisebb sima. Na, talán ez lesz a jó. Aha, ezzel el tudom majd kicsit csavarni a... Na most 50 lett, és 56-ot is mér. Jó, jó irányba megyünk. Fölfelé kell tekerni. Most 50 milliamper a 100 milliamperes beállítás, és meglett a ludas. Ott van. Ugyanazt méri is egyébként, hogy ez nagyon jó, 93. Ó, hát még a végén be tudom állítani, ez az a pot, igen. Jó. Most 100 milliamper, amikor 100-at állítok, ez volt az. De hát addig nem volt érdemes, most ezt meg ezt nézzétek, de hát addig nem nagyon volt érdemes állítgatni, amíg a forrasztás nem javítottik legalább olyanra, hogy valami használható forrasztás legyen. De most nagyon úgy tűnik, hogy együtt futnak, mert most ha beállítom a 100 milliampert, akkor lesz belőle a 103, az most engem annyira nem érdekel, mondjuk beállíthatnám úgy, hogy a 100 az 100 legyen itt, és akkor nem olyan zavaró. De a valóság a 100. Most ilyenkor mit állít a szalnyi és az állítmány, ugye? És arra vagyok kíváncsi, hogyha beállítunk mondjuk egy 200-at, akkor is jók vagyunk-e. 206 lett, amit 211-nek mér. Egy kicsit így elfut. Akkor menjünk vissza erre a potira. És tekerjünk rajt vissza. Jó. Hoppá. Nagyon pici mozdításokra reagál. Még majd kiderül, hogy kontakthibás, és akkor be se lehet igazából állítani. Jó, ez a 198 azért. Engedjük-e? Mert most, ugye ha beállítjuk vissza a 100 milliamperünket, akkor 90, az már azért barátibb. 95, 91, ezek már úgy nem zavarnak. Ezek már úgy jó értékek, mert ugye a másik oldalt lévő táp is valahogy úgy áll, hogy az jól áll, ezt akartam megmutatni, hogy ő 100 milliampere van állítva, 100-at is mér vissza, és 96 is. Ez olyan hót pontosan áll a másik táp, hogy én azt sem tudom, hogy állították be ilyen pontosan. Ugye, mert ez 92, kicsit kéne még föltekerni. Valahol itt állíthatnánk be. Egyébként a másik táp, mondjuk 300 millinél, mit lép? 200-nál. 200-nál 200. 3, mondjuk 400 milliamper. 400-nál 400. Ez valami nagyon pontosan be van állítva. És itt a 400. Az 410.
Ugye ott nagyon jó együtt fut a mérő meg a másik sönt. 200-nál alatta vagyunk, 400-nál fölötte vagyunk, ha jól értem. De 200-nál 200, az most be van állítva. Az hót pontosan itt is, meg ott is. Én ebben most már nem nyúkálnék bele, ez így jó. Ez így megfelel, ekkora eltérések lehetnek, de akkora, amekkora volt, az valami iszonyatos. Mondjuk egy 800 milliamper. Ez 833. Ezt jól is méri, én itt most már nem is nyúlnék bele. Jó. És ez mit lép 800-ra? Nem, ez is jó áll. A 800 milliamper. Ez 804. Ez is jó. Na végre jó állnak az áramok. És már csak egy rövidke kérdés, ugye a 434-et mér, az mekkora feszkó, akkor már ott vagyunk a feszkó potiknál, akkor azt is nézzük meg. 4,5, az jó úgy, ahogy áll. A másik az most 6 volt. 9. Jó. Ez 6 volt lesz. Ez egy kicsit kevesebb. Itt is egy nagyon picikét kevesebb. Hát lehet most a feszkó potira is rá kéne nyúlni. Ha már szét van szedve. 4,59, 4,7-et mér. 4,80, de ezek jók, ebben nem nyúlnék bele. Ennyi volt ez a videó, nagyon úgy néz ki, sikerült helyrehozni a tápegységünket. Úgyhogy jegyezzétek meg, hogyha ilyen nice power tápegységetek van, és nagyon hülye áramértékeket, szóval beállítasz valami 100 mA, tehát csak 50, akkor hova kell nyúlni? Még egyszer mutatom, ott van az a két potméter, és ott meg a feliratkozás gomb, ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!